Néhány éve már, hogy március 15-e egy mérföldkő lett a téli abroncs lecserélése tekintetében. Egyre inkább elterjedt az a szokás, hogy ettől a naptól fogva a tényleges időjárási viszonyoktól függetlenül is lecserélik a téli abroncsokat nyárira. Idén ettől a naptól kezdve már valóban itt az ideje az abroncs cserének, mondta el Ignéci Ferenc televíziónknak. Hozzátette, aki nem szeretne sorban állni, valamint az elkövetkező néhány hétben már nem tervez nagyobb távolságra utazni, annak ilyenkor ideje felkeresni egy szakszervízt. A nyári abroncs ilyenkor, ha még megfelel a időkorlátnak, mert 10 éves abroncsot mi már nem szívesen rakunk vissza, mert kikeményedik, ugyanúgy csúszik, mint hogyha elhasznált téli abroncsal közlekednénk nyáron. Ilyenkor oda kell figyelni arra, hogy még azért nem volt nagy eső, a port nem mosta le az útról az eső, tehát a por és a pára az egy kellemes iszapotot teremteni, ami nagyon jól csúszik az abroncs. És hát nyilván minden egyes méter sokat számít a megállásnál. A nyári abroncs használata közlekedési biztonsági okok miatt kiemelten fontos, mivel összetétele különbözik a téli abroncsétól, ezáltal a különböző időjárási viszonyok között másképp viselkedik. A téli és a nyári gumiabroncs használata mellett egy köztes megoldás lehet a hazánkban még kevésbé elterjedt 4 évszakos gumiabroncsok használata. Szerintem olyan helyeken, a mediterrán országokban, ahol viszonylag rövid idejű és viszonylag kevés hideg csapadék hullik, ott tökéletesen megfelel. Nálunk szerintem még egy 4-5 év kell neki, hogy odaforduljon a évszakváltás és a csapadék, hogy ki lehessen tapasztalni, mert most még aki nagyon rövid távú, vagy csak városba jár, vagy éppen a gyerekét hordja iskolába, vagy bevásárolni megy, én tudom javasolni, mert nyilván megspórol minden szezonban 10 000 forintot egy átszerelés extra költségével együtt. A nyári és a téli abroncsokra is érvényes, hogy minden kerékre azonos típusú és mintázatú gumit kell felhelyezni. Amennyiben kopott vagy sérült valamelyik abroncs, akkor a vele azonos tengelyen lévő másik abroncsot is ki kell cserélni. Vásárláskor vegyük figyelembe az autó típusát, a közlekedési szokásokat, valamint azt, hogy mennyit és milyen körülmények között használjuk a gépjárművet a nyári időszakban, tette hozzá a szakember.